Na, üdvözlök mindenkit ismételten! Menet közben átnéztem a térképet, és rájöttem, hogy hol szúrtam el, mert ugye kovarogtam össze-vissza a második emeleten, és első emeletet kipucoltam, második emeletet kipucoltam, ahova el tudtam jutni, ugye 201-esben még nem, az az egyetlen zárt rész, viszont basszus, ha megnézitek, a harmadik emeletre nem mentem, pedig a harmadik emeletre szabad az út a másodikról, szóval most oda fogok fölmenni. Nézzük meg, hogy mi van ott. Nézzük meg, hogy mi van ott. Hú! Túl vagyunk a negyedik epizódon, gyerekek, szóval ez azért nem semmi. Nagyon örülök neki, hogy ennyien voltatok eddig is itt. Meg remélem, hogy tetszik a sorozat egyébként. Most már eltelt egy kis idő, és... Ó, szia barátom! Nézzünk egy ilyen lábon lövést, vagy... Ezt javasoltátok a kommentekben, szóval gondoltam, megnézem, hogy mit tud. Ez egészen hatékony volt egyébként. Király! Most arra megyek, vagy nem? Várja. Ja nem, nem, nem. Akkor oda. Na és ugye itt szúrtam el, hogy itt van basszus az ajtó, amin keresztül mentem, és itt van egy lépcső fölfelé. Itt van egy lépcső fölfelé, és én rohadtul nem jöttem még ide a harmadik emeletre, szóval... Ja, kicsit kimaradtak a dolgok. Na nézzük, nézzük, nézzük. Ajtó, szerencsére még nem hallok senkit, szóval ez teljesen fasza. Zárva. Furcsán nagy a csend. Ó, ó, ez az. Közben rájöttem egyébként, hogy telibe rá kell világítani a zseblámpámnak a közepével, és akkor fogok tudni. És akkor ott jobbra, jó? És akkor fogok tudni én egyébként fölvenni bármit az égvilágon. Ez volt a probléma itt a... Itt van egy ajtó jobbra? Aha, van egy ajtó jobbra. Ez itt mi? Ott úgy látom, hogy kulcs kell hozzá. Jó, nézzük tovább akkor. Oké, nem erre. Valamit hallok ott, basszus, de... Ó, cseszed már megint egy ilyen hely. Áááá, faszom. Jó, nézzük a pisztolyt hátra. Picsába. Elbújt? Nem áll, oké. Jó, figyelnem kell. Jó. Egy az elbújt ott valahol. Jó, kicsit sok kellett neki, de nem baj. Pisztoly az jó barátom, jó, mondjuk nem tudom, hogy... Sokat kellene majd használnom. De szerintem mostantól fogom egyébként, tehát oké, kicsikét sokat tököltem, de... Azaz. Élettöltő, akkor most már van kettőm, az nem sok. És akkor 19 darab lőszerem van, ez megint csak nem sok. Jó, szerencsére tök csend van, szóval várhatóan nincs ott semmi, nem. Szekrény fönt nincs semmi most? Nincs, jó. Hallottam valami kapfogást, basszus. Nem. Francba, azért ez nagyon para. Látjátok, ezért mondtam, hogy rá kell fordítani, és akkor... Ah, még pisztolylőszer, ez jó. Nem, semmi, francba. Nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon necces. Semmi. Ah, azt hitte, hogy elbújhat. Baszki! Korán tértem ki! Azaz! Kiváló, oké? Okay. Jó, alakulunk. Nem olyan faszán, mint gondoltam, de... De nem rossz a helyzet. Kijött, megint be lehet menni. Látok innen bárkit, nem? Nem látok?
nem látok, jó. Ez a baj, hogy amíg nem mozdulnak meg, addig igazából nem hallok semmit róluk, szóval... Ó, itt is van egy szoba. Ja, itt is van egy szoba, oké. Fú, basszus. Azért szépen ki vagyok centizene, nézzük, mi ez. Handgun ammo, francba, arra volt szükségem még persze. Itt semmi. Ott remélem, hogy lesz valami élettöltő, vagy... Nem. Ó, papíros, nézzük, nézzük, nézzük. Azt mondja, hogy tudom, hogy valami van itt, tudom, érzem. Normálisnak tűnik, de nem az. Mélyen pulzál, próbál kijutni. Ezt próbál kijutni, vagy nekem kellene bejutnom? Ki kell derítenem, le kell rántanom, a, nem, igen, tehát felszíre kell hoznom. És akkor nézzük, másik felén van valami? Háncsd le, rétegről rétegre, hogy láthassam. Tudom, hogy ott van. Nem tudom, hogy kit kell meghámozni, de ez már most érdekesnek tűnik. Hű, banyek, oké. Jó, pisztoly, hasznos. Akkor csak erre tudunk menni. Hallgatózom, de nem tudom, hol van. Szevasz. Hagyjál már békén! Nem! Franzba! Nem, nem! Azaz! Ez egészen jó sikerült! Jó! Kiváló! Arra tudok menni? Nem. Zárva, oké. Elvileg akkor most van kettő darab kis töltőm, meg egy darab szirincsem, ha jól számoltam. Azért bátor vagyok, bassza meg, oda sem néztem, hogy van-e ott valami. És van. Jó. Nem szégyellem. Nem szégyellem, jó? Tehát inkább pisztolyjal lövök addig, amíg van, és remélhetően kapok később puskát is. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az eredetivel ellentétben basszus, tehát itt a mili az halál. Tehát ez a nem. Mikla fog még mindig? Nem ez. Az még mindig élne? Esküszöm, még mindig hallok valamit. Gyengén, de hallom. Á, ez nyitott ablak, nem tudom kitörni francba. Azt a rohadt élet. Látom, hogy ott van. Merre ment? Elfutott, bazd meg, elfutott. Kinyitottam, kinyitottam. Oké, fönt. Nem. Valahova elbújt, szóval most jelenleg talán nem jelent rám veszélyt. Mert csak ki kéne szúrni, hogy hova. Arra fele valahova. Hol vagy te, dög? Gyerünk. És nem ott van, banyek. Nem tudom, hova tűnt. Ott nincs semmi. Oda belépek, akkor tudja, hogy ott lesz valahol. Mondom én, hogy szakadnál meg, te mocskos! Rohadt! Tecves! Bazd meg már! Nem. Nagyon bírják, basszus, nagyon bírják, nagyon-nagyon. Az anyja kinyert neki, jó van. Oké, és az ott micsoda? Azt mondja, hogy ja, oké.
Nézzük csak. Szóval, hogy tévedtem. Nem tévedtem, de nem volt teljesen igazam. Többet kell lehámoznom. Valamivel közelebb a vérhez. Így basszus. Szóval, hogy kinéztem, de bennem van. Valaki bennem van. Végül is nem terveztem ma aludni, jó? Tehát semmi probléma. Arról volt anyját neki. Azért ez így, igen, ez így el fog tartani egy darabig egyébként, hogyha sétálok, de... Ja, jelenleg több ötletem nincsen azon kívül, hogy szépen lassan haladok minden... Ó, van ott valami. Na, csak mielőtt még tovább mennék, azért körülnézek, van-e egyéb dolgom itt. Itt is ki tudok menni? Azaz! Na végre, 2-2, ez már így egészen barátságos. Akkor akár el is használhatom úgyis. Ugye egy szintet gyógyulok csak. Arra ki tudok menni? Vagy... Csak innen nem tudok kimenni? Vagy hogyan? Nem tudtam kimenni francba. Akkor viszont... Ott be. Azaz. Csak kiszúrjuk basszus, hogy mi merre van. Remélem itt is lesz egy szemétláda. Nem, csend van. Okay. Az mit? Oh, megvan! Megvan! Üccsi! Azaz. Ez almás. Nagyon arrafele nézett James most akkor. Zárva? Nagyon arrafele nézett most akkor, itt is le tudom dobni? És itt is le tudom dobni, akkor dobjuk le. Nézzük. Azaz. Na, ez kint van az előtérben, szóval oda kéne lejutnom, ez... Ez mi az anyja volt? Ja, belülről nyílós, kiváló! És akkor elvileg itt le a lépcsőn. Ja. Akkor menjünk le a lehető legalsó emeletig. Gyerünk! Akkor merre fele megyek én? Azt mondja, hogy ki az udvarra egyenesen? Azt ki lehet nyitni egyáltalán, vagy nem? Vagy körbe kell mennem? Jó, csend van, szóval... Oké, kinyitottam, kiváló. Akkor valahol ott a kuka környékén volt, hol vannak a konténerek. Ez lesz az, oké. Akkor hol van az a cucc? Nem, azaz? Ott van, azaz. És megvan az utolsó coin! Megvan az utolsó coin! Hogy ennek két fele is van, akkor lehet, hogy a többinek is? Nézzük csak meg! Csak meg kellett bonyolítani, basszus! Investigate... Ja, ezek különbözőek, bakker. Az úgy tök jó lesz, oké. Okay. Akkor viszont elvileg... erre befelé, itt már talán nem fogok találkozni senki genyóval. Ja. Be és jobbra is, akkor ott van szépen a coin puzzle. Jól van. Nem itt, egyel beljebb, bocsánat. Coin puzzle, oké. Okay. Azt mondja, hogy 3 bright coins in 5 holes. B first sits the maiden underneath the tree. Tehát, hogy 3 érme 5 lyukban, az elsőben a szűz ül a fa alatt. Hát nem tudom, az fának tűnik igazából. Ja, akkor nem, akkor ott a fa, középen, akkor az középre megy, rendben. Várj, nem. Nem, odébb kell mennem, és akkor középre megy a... Gondolom őszűz, nem tudom, az öreg ember csak, nem? The wind from behind the maiden does blow, a beautiful flower alone has grown. Me. And here comes the man, so sleek and fine in the pale moonlight. He's a... Tehát elvileg a holdfényben van a faszi. És akkor azt mondja, hogy... Eddig jó. A... Mi az Isten kellene?
És nem tudom, hogy hova. A középső azt mondja, wind from behind the maiden. Ja, hogy a háta mögül, igen, tehát akkor arrafele nézek, akkor ott van a háta mögül, valamelyik ez, igen. Beautiful flower alone has to go, tehát alone egyedül van, tehát akkor ide a szélére elvileg a virágot kéne betennem. És akkor ezzel meg tudom fordítani, ugye? Ez az! Ugye nem basztok ki velem, hogy van még ebből több is. The Mandals approached, his blade now revealed, his face disappears behind shining steel. Tehát, hogy a férfi előrelép, előveszi kardját, arca eltűnik a csillogó penge mögött. Elvileg ennek egy penge a penge a másik felé, és előrelép, tehát akkor gondolom arra tovább. Igen, sakkozunk, rendben. Away from the Mandals, the maiden flee towards the flower, away from the tree. Tehát akkor ezt pedig egyel odébb kell tenni. Ja, oké. Okay. Where once grew a flower, a venomous glee, where once stood a maiden, but a stone does be. Tehát akkor elvileg ezt meg kell fordítani kígyóra, és ahol a csaj volt, ott pedig... Aha, kő, igen, sírkő. And over her grave the man does remain, his blade never met the vile serpent's vein. Tehát akkor elvileg megint a... ide kell tenni, és a faszi. Ja, kivel? Basszus. The beast who its teeth is her flesh does bore. He who failed, she who is no more. Tehát bocsánat, már megint nem fordítottam, tehát azt mondja, hogy a bestia, aki belemártotta a fogait, he who has failed, she who is no more, tehát azt mondja, hogy ő elbukott, ő nincs többé. Now on to you falls a grievous chore, who carries blame for what fate had in store? Most akkor mi? Nem értem a dolgot. Nem értem a dolgot. Nem értem a dolgot. Az biztos egyébként, hogy a... Elvileg ugye, tehát hogy ki a felelős, most akkor a kígyó az azért marta meg, mert menekült a fickó elől, tehát akkor a kard lesz az valahova. Oda föl? Az lesz a bűnös, vagy... Nem. Akkor a kígyó a bűnös? Ez az! Ez az! Kiváló! Oké. Ez milyen kulcs? 201-esnek a kulcsa! Oké, és tökéletes. Akkor 201-es apartmant is meg fogom tudni látogatni. Ja, de mielőtt bármit csinálnék, basszus, mentek egyet, mert... Na akkor nézzük meg a ma 201-est, meg főleg azt, hogy hogy a francba jutok oda. Nézzük, csak azt mondja, hogy ha... Nem. Elvileg, hogyha itt fölmegyek a lépcsőn, 201-es az hol a francban van, mihez közel? 201, az ott van a végén. Tehát elvileg, hogyha itt ezen a lépcsőn fölmegyek, igen, akkor ott jobbra az utolsó ajtó. Jó, nézzünk oda, okés. Ja, itt, igen, második emelet rendben van. Itt be, és akkor 201-től 203-ig arrafele mutatja. Érdemes a táblákat is figyelni, jó? És akkor elvileg az utolsó ajtó jobbra lesz nekem itt. Mondom én! Ez az. Ja, szép fa van ott. Nem hallok semmit, de az nem jelenti azt, hogy nem fognak itt ólálkodni. Sehol semmi? James az néz valahova, vagy nem? Nem. Mondjuk... Álljunk csak valamit ott lefele nézett, vagy nem? Nem. Rosszul láttam transzba. Ó, majd arrafelé is megy. Nem? Ó! Ez az! Ez az! Na, ez basszus tényleg túlélő horror, hogy folyamatosan ki vagyok számolva. Jó, gyerünk, hűtő, nem? Fú, gyerekek, izzadok, mind a ló. Ez mi?
Ó, kátszínbakke. Álljunk meg, mert igénylem. Tudjátok, hogy milyen szinten rohadt, hogy Silent Hill 2 rajongó vagyok, és merem állítani, tehát, hogy ismerjük el, amit el kell ismerni. Valamiért ez nekem jobban működött, mint az eredeti. Nem tudom miért, talán az, hogy egy kicsikét ott ilyen nagyon intenzív lett hirtelen az egész, és ez a, mit én, tekergetjük ott a manökeneket, közben pedig ugye James az lő, mint a hülye, és egyszer csak így a mit én, piramis feje elmegy. Itt benne volt az a fenyegetés, hogy semmit nem ártott neki. Konkrétan az nézte, hogy most tényleg öreg, aztán fogta magát, elsétált, és így elvitte az áldozatet. Bocsi, kicsit rendelnem kellett, azt a rohadt. Ez jobban működött, esküszöm. Nem tudom miért. Nekem ez most valahogy jobban adta. Na, mi van itt? Rongyő. Igazából van ennek valami értelme? Vagy csak úgy? Zsebgendő. Oké, nem baj. Lehet, hogy vannak egyébként ilyen összegyűjthető cuccok, amivel igazából amúgy nem érdemes foglalkozni, vagy nem kell foglalkozni. Most én hol a tökönben vagyok? Ja, hülye vagyok, még mindig itt vagyok a lakásban, jól van akkor. Jól van, ezeket nem tudom meglincselni, mert nem én öltem meg. Ez pedig kijárat? Az... Ez milyen ajtó? Ne bazd meg! Ó! Na! Kérdés az, hogy át tudok-e menni még, vagy sem. Enged? Ó, nem enged, basszus. Nézzük akkor, mi van itt. Nem, semmi, nyente, nyista, nuku, fuck. Jó.
Talán nem folyamatosan ilyen rohadt intenzív lesz, hogy egy kicsikét merek mászkálni. Ez meg mi? Semmelyik slóziba se tudok belenyúlni a kurva életbe. Pedig annyira szerettem volna. He? Ez most... Kicsit szarul néz ki minden, tehát nem laknék ebben igazából. Ott valami, nem? Most én... Hol vagyok? Nyomom a térképet, és nem jön ki semmi. Átjöttünk az Other Worldbe, de hát mondjuk ez eléggé szarul néz ki ahhoz, igen. Simán el tudom képzelni. A rohadt életbe. Ez nem jó hír. Ja, határozottan úgy tűnik. Jó. Ez nyugis, eddig. Nem tudom, hogy mik lesznek itt, de... Bántani fogom őket, jó? Itt semmi, nem? Nyente, istenuku. Hú, hallok valamit, vagy nem hallok? Aha, ez határozottan az a más világ. A rohadt életbe. Az térkép, és nagyon csalogató, szóval... Nem, azt hittem, hogy meg akar lepni valami. Jól van. Jó! Tehát egy 208-as, ahova nem tudok bemenni, vagy most nem értem. Vagy csak Blue Creek Apartment, oké, akkor a Blue Creekben vagyunk. Egy kicsit csavartak rajta, és szerint akkor a Blue Creek az már a más világban van. Ja. Igen, és itt vagyok, és itt nem tudok bemenni, oké, rendben van. Ez visszarázott, bagek! Azt a... arrohadt életbe! Köszi, Bloober! Ez nagyon működik. Szevasz! Te ki vagy? Ne! Jó, hogy ez már köb! Azt a kurva, ez keményebb, mint a haverja. Na, bazd meg! Ja! Hú, ez nem jó. Ez nem jó. Ez sok dolog, de a jótól messze van. Ó. Itt kéne lenni egy folyosónak, de nincs. Aha, minden le van. De minden le van zárva, akkor hova francba megyek? Mi az Isten van itt még? Semmi, sehol. Nem értem. Ez meg. Ez. Oh! Egy falat is lehet törni. Nem baj, tököm. Valami majd csak lesz. Azt hittem, hogy nem látom. Egy az ott mászkál, oké? Faszom, már kicsit messze van. Jó, mindegy, ezzel nem foglalkozunk. Ő az, vagy nem ő az? Okés. És nem tudom, hogy van-e itt valami haverja, vagy ő volt az. De úgy tűnik, hogy ő volt az, úgyhogy talán nyugim van, jól van, akkor nézzünk vissza. Fú, cseszed! Stressz! Jó. Remélem, hogy dinamikus a cucc, és tudja, hogy egyre több lőszert használok, szóval kéne neki adnia.
Vagy elhasználom az összes lőszeremet, ami rohadtul máshoz kellene, és magamat szivatom. Ez a két opció van. Jó? Olyan nincsen, hogy magamat szivatom, és mellette még lőszert sem kapok, szóval nem. Ilyen ne legyen. Ilyen ne legyen. Ah, élettöltő. Ez az. Ez az, ez az, ez a. Ez az, ez a. Jó. Jó. Már mondjuk igazából ezek ugyanolyanok kb. Mint a... Mi az istenek? Az a sima hányos csávok voltak. Azzal az apró különbséggel, hogy ezek köpnek, szóval... Szóval minél közelebb kell menni hozzájuk, hogy csapkodni, csapkodj. Ó, hát itt van. Ő bújt el. Szevasz! Felesd el! Már kiszámíthatóak kicsit jobban. Tehát ahogy kitér, támadni fog, és én is kitérhetek. Jó. Akkor mégiscsak elbújt, oké. Kiváló. Jó. Nézzük. Azaz! Ez az, ez az, ez az, ez az, ez a. Gyerünk. Fönt. Mondom én, rá kellett néznem. Semmi, nem. Nem, 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 jó. Oké, kiváló. Körülnézek azért gyorsan, mert nem akarok semmit itt hagyni az égvilágon. Oda bent mi van? Ja, innen jöttem, hű vagyok, jó van akkor. Itt nincs egy tisztességes WC, ahol lehet szarban turkálni, de tényleg, te... Aki játszott az eredetivel, tudja. Szóval most hol vagyok? Most körbe jöttem, és akkor 204-es. És elvileg akkor, hogyha itt kijövök, akkor itt tőlem balra is lesz egy... Nincs! Szóval a 205-ös az totál el van zárva mindentől, ugye? Tehát se innen, se onnan nem tudok bejutni, túloldalra majd valahol, de hogy oda hogy megyek 203-ason keresztül, ha? Ha. Ha be tudnék menni. Bazeg. Jó. Bogár, vagy mi? 202M. Vagy azt akarja ezzel mondani, hogy... Nézzük csak. Jó. Itt elvileg van egy lépcső lefele, ha működne, de nem működik, szóval... Fuck! Na, ezek azok a dolgok, amiket szépen meg kell majd tanulni, hogy ebből lehessen csinálni egy tisztességes végigjátszást, és ne egy ilyen szenvedős balpaszkodóst, amit áruljatok el. Tuti, hogy élveztek, tuti, hogy élveztek, jó? Tehát, hogy néha ilyen is kell. Tehát, hogy van az a pont, amikor muszáj egy kicsikét szenvedni a jó cél érdekében, amit megtettem én Rezi 7-tel is, megtettem én Rezi 8-al is. Jól láttam, hogy lábak vannak? Nem, csak azt hittem. Jó. Jó, 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 na. Azaz. 3-2. Ez a jó egyébként, hogy totálisan kicentiz. Abszolút a kicentiz. Aztán meg szépen lassan visszaadagolja nekem a dolgokat. Na itt mik vannak? Ó. Oké, tehát akkor M. Ja, oké, értem. Tehát akkor igen, igen, igen. Tehát a szokásos óra, perc, másodperc, ami azt jelenti, hogy meg 9 óra 10 úgy látom már megint. Nem? Ja. 9 óra 10 lesz ez, igen. Hú. Na most inventoryban hiába turkálok, jelenleg nincsen. Aha, egy mutató hiányzik, vagy kettő. Jó. Mi van még itt ebben a há... Ó, mi az? Mi az, mi az, mi az, mi az, mi az, mi az, mi az? Egy kis papíros. Gyerünk. Azaz. Azt mondja, hogy Henry fél Scott-tól elbújik, elfut előle és elbúj. Nyugatra menekült a másik oldalra. De itt jön Mildred ismeretlen indokkal. Scott arca lefelé van. Vakon a... Scott lies face down, blind to her. Tehát vakon van a sorsa felé, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval igazából elvileg azt mondja, hogy nyugatra van, tehát elvileg, igen, tehát ugye Henry, ugye óra, az bal irányba van. Ja, na mindegy. Jó. 9-10, tehát elvileg ennél bonyolultam már nem lesz, jó? Tehát nem,
Nem. Nem, tehát ezt csak azért tudom, mert játszottam az eredetivel, és ott ugye a puzzle-ből eléggé egyértelműen kiderült, hogy a Henry Mildred Scott az ki volt. Itt sincs semmi, itt sincs semmi. Semmi, semmi, semmi. Jó, nézzük, hogy mi van ott. Fucking folyosó. Ja. Nem tudom, itt mi van? Lehet, hogy mentenem kéne egyet, banyek. Lehet, hogy mentenem kéne egyet. Tudjátok mint? Most mentek, jó? Meg akkor szerintem el is köszönök, és... Hú, próbálok majd hosszabb részeket csinálni, de hát nem mindig jön össze, ugye, tehát próbálom ezzel a mentésekhez igazítani, nem akarom egyszer csak egy jó, köszönöm szépen, akkor sziasztok, miközben jönnek felém. Szóval tényleg köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy holnap is itt fogtok kattintani, tehát folyamatosan fognak jönni a Silent Hill-ek, bár tudom, hogy másokat is ígértem menet közben, de most nagyon rá vagyok erre zizzenve, jó, szóval ne lepődjetek meg rajta. Na, szóval vielen Dank für itt lenni, és legyetek itt holnap is, közben dobjatok egy kommentet, hogyha tetszett, és mindenképpen iratkozzatok föl, hogyha nem tettétek meg, jó? A like az pedig jöjjön. Szép estét mindenkinek! Sziasztok!